alapmozgásokat fog mutatni az edzésnek az elején, 6 játékossal. Védőjátékosoknak fel kell állniuk a 3 helyre. Csak 6 narancs játékos, jöjjön srácok, gyerünk! Ezt a gyakorlatot a nyújtás után egy nagyon jó gyakorlat. Ekkor tudjátok alkalmazni. Védő alapállásba kell elhelyezni. Mindig adjunk nekik jó mintát, és mutassuk meg nekik, hogy hogyan kell a lábaknak, karoknak is elhelyezkedni. Nagyon fontos, hogy minden játékos lássa az edzőt. És oldalirányú védekező lábmunkát fognak csinálni. Hogyha egyik irányba mutat, akkor abba az irányba kell a védekező lábmunkát végrehajtani. Legyenek mindig jó egyensúlyi helyzetben, legyenek végig alapállásban. Edzőként tudom ellenőrizni, hogy jó egyensúlyi helyzetben vannak-e, hogy elég stabil ez a védő alapállás, hogyha kicsit meglögdösöm őket. Tehát támadó játékosként kontaktust fogok kérezni a védő játékossal, ezért egy jó, stabil helyzetet kell felvenni, hogy ne billenjenek ki az egyensúlyi helyzetükből. Még egyszer is, utána majd a csapat másik felével is végrehajtják a gyakorlatot. Emlékeztek az irányváltoztatás képessége, amire felhívta a figyelmet a prezentáción. Tehát különböző irányokat mutat a játékosoknak, és abba az irányba kell irányt váltaniuk. Kihangsúlyozza ismét az irányváltoztatásnak a képességét, és az, hogy tudják kontrollálni a saját mozgásukat, tudják kontrollálni az irányba eső lábbal történő lábmunkát. Nézzétek őket edzőként, hogy hogyan hajtják végre a gyakorlatot, hogy ahogy végrehajtják ezt a technikai elemet, azzal vajon képesek-e lesznek a labdással szembe maradni és a labdást megállítani. Amikor edzést tartunk, akkor ne egy coaching kliniket, ne egy előadást tartsatok a játékosoknak. Van nektek is másodedzőtök, hogyha vezetőedzők vagytok. Használjátok az egész pályát, és minél több aktív percet adjatok a játékosoknak. Ugyanezt a gyakorlatot ismétlik most meg. Nagyon jó volt, rendben volt most ez a gyakorlat. Nagyon fontos a végén, hogy a close-outnál legyen meg a taposó lábmunka. A gyakorlat progressziójában, tehát a gyakorlatnak a fejlesztése, az, hogy majd a close-out után
close-out után a támadásba való átmenetet fogják gyakorolni, tehát abból lesz sprint a túloldalig. Tehát a nyújtás utáni aktivációnál nagyon hasznos, hogyha egész pályán gyakorolják és hajtják végre ezt a feladatot. Close-out, és ebből kell kifutni. Tehát a védekezésből támadásba való átmenet. Most nem egész pályán csináltatja meg velük a gyakorlatot, de ez a fő célja, hogy a nyújtás után újra aktiváljuk a játékosokat keringését. Close-out után kiabálniuk kell a játékosoknak, hogy dobás. Amikor mennek felé kiabálni labda, 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 utána kizárás, ugrani a lepattanó labdáját. Tehát most összeteszi a különböző technikai elemeket a kommunikációval is. A lepattanó labda megszerzésének az imitálása után ismét lesz egy védekezésből támadásba való átmenet. Dobás, kizárás, lepattanó és lerohanás, gyorsindítás. Két sorba kell állniuk a srácoknak. Bemelegítő és aktiváló gyakorlatként szokta ő használni. Tehát védekező lábmunkával kell haladni a bólyák között, és most a védekező lábmunka irányváltoztatási képességére helyezi a hangsúlyt. Az elején ugye elmondta, hogy nagyon fontos, hogy milyen szögben nyit ki, azért, hogy maradjon szembe a védő a labdással. Sinan a harmadik bója után, majd vissza kell futni a következő oszlop végére. Meg kell kerülni a bóját. Fontos, hogy érzékeljétek azt, hogy ő most gyorsan végigmegy a gyakorlatokon, de természetesen a saját edzéseden sokkal jobban kell figyelni a részletekre, sokkal jobban kell javítani a hibát, és nagyobb ismétlésszámmal kell dolgozni. Szintén csak labda nélkül fogunk dolgozni. Három-három támadó védő egységben.
Természetesen egyik térfélen és a második térfélen is végrehajtjuk a gyakorlatot, hogy csapatszintű gyakoroltatás legyen. Most azért félpályára csinálja, hogy a videón jobban látszódjon. Támadó vezeti a gyakorlatot, és a védőnek folyamatosan követnie kell az ő mozgását. Tehát jelre szerepcserét kell majd végrehajtani, és ugyanúgy folytatódik a gyakorlat. Cél az, hogy tükörképben próbáljuk tartani a támadónak a vonalát, és próbáljunk meg az ő sebességével haladni. Egy fontos részlet, ne szögdeljenek a védőjátékosok, hanem használják a védekező lábmunkát. Muszáj végig ebben a pozícióban lenni, és a talajon maradni. Nézni kell azt, hogy a támadó játékosnak merre mozog a lába. Ez már teljesen más, mint az előző. Ugyanúgy haladunk előre. Folyamatos irányváltással és nem csak oldalazó mozgással, hanem keresztirányú mozgással is haladhatnak most a támadó játékosok. Ahogy mondta már, jobb oldalra szépen csinálta a védekező lábmunkát, de kereszt irányba már lassabban csinálta, és nem tudott a melkasával a támadóval szemben maradni. Cikk-szak mozgás labda nélkül. Büntetővonal és az oldalvonal között fogják végrehajtani ezt a mozgást. És a védőnek a támadóra kell reagálnia, sőt kell követnie. Felkészülési időszakban az alapozásnál egy nagyon jó kondicionáló gyakorlat, hogyha egész pályán hajtják végre a játékosok a feladatot. Természetesen mindig az edző dönti el, hogy fél pályán vagy az egész pályán alkalmazza. És amikor végeztek szerepcserével, folytatják a gyakorlatot. Most arra kéri őket, hogy ne csak irányt váltsanak, hanem sebességet, ritmust is váltsanak. Tehát sétából is lehet ritmust váltani, abból hirtelen felgyorsulok és ritmust váltok.
Tehát lassú sétából váltsanak ritmust, most erre kéri őket. És közben végig szembe kell maradni a támadóval. Most terelni fogják a játékost, de csak félpályán. Ahogy mondta, félpályán és egész pályán is végre lehet hajtani a gyakorlatot. Cél az lesz, hogy az előnyben lévő támadó játékos után kell sprintelni, és újra szembe kerülni vele. Tehát amikor felgyorsul a támadó játékos, és védekező lábunkával már nem tudom lekövetni, akkor kell fordulni, sprintelni, és újra szembe kerülni vele. Ez egy reális mérkőzés szituáció, például lerohanásnál, amikor védőként meg kell állítanom a lerohanást. Azt is szimulálnunk kell, mi történik akkor, hogyha a támadó játékos hátrafele mozgással elszakadó labdavezetéssel vezeti a labdát. Tehát ez egy jó előkészítő gyakorlat arra, hogy a támadónak az irányváltását lekövessük. Ahogy az elméleti előadáson is elmondta, nagyon fontos, hogy az elszakadó labdavezetésnél is támadja a védő folyamatosan a labdát. Nagyon fontos, ahogy mondta, hogy fordítsuk a lábunkat. Iránybelső láb az első, keresztlépés egy hosszú, gyors lépés, és abból megyek át a futómozgásba. Ez ugye labda nélkül végrehajtott gyakorlat, ezek előkészítő, rávezető gyakorlatok. De természetesen később a progresszió szintjén ezeket labdával is végre lehet hajtani. Most a close-out-tal fognak foglalkozni. Mindenki részt fog venni a gyakorlatban, párokat kell alkotni. Három pár. Jobb 45 fokban, labdás a gyűrű alatt. Aha. Akkor oldalvonalra állnak fel a játékosok.
nagyon jó, hogy vannak jelző trikóik, mert itt nem megy el az idő azzal, hogy mindig különböző csapatokat kell csinálnia. Taposó lábmunkát meg kell csinálni a close-out végén, de egyelőre még nincs leütése a támadó játékosnak. Aztán átvezeti a labdát középre, és szerepcserével folytatják a gyakorlatot. Nézzük meg először őket ketten. Megtörténik a close-out, elengedi, és szerepcserével folytatódik. Tudja azt, hogy van edző, aki ezt így tanítja. Tehát semmi baj nincs azzal, hogy felemelte a kezét. Hogyha felemeli azt a kezét egy jobbkezes dobónál, nem biztos, hogy ki tudja védeni a dobását. Bal kézzel már más a helyzet. De ő most az alapokat akarja tanítani, és az alapokról beszél, amikor a két kéz legyen az arca előtt. Ő túl magas hozzá képest, úgyhogy most egy alacsonyabb játékoson fogja bemutatni. Tehát tedd bele a kezed az arcába, takard a dobást, hogy megnehezítsd a látását a gyűrű felé. Ahogy mozgatja a támadó játékos a labdát, és sarkaz, nekem mindig szembe kell maradnom a labdával, és aktív karmunkával, és aktív lábmunkával kell követnem. Tehát ha a labda fönt van dobásnál, akkor a két kéz az arc előtt van. Ha a labda lent van, akkor a két kéz lent van. Folyamatosan dolgozzanak a karjaikkal, a kezeikkel. Tudunk tovább haladni, mert amit most észrevett a játékosoknál, történt ilyen, hogy amikor a srácok átvezették a labdát, akkor nem történt meg az első számú szabály, hogy szembe kell maradni a labdával. Tehát sokkal jobban figyeljenek arra, hogy az első meginduló lépését meg kell állítani a labdás játékosnak. Mindig csinálják mindkét irányba a gyakorlatot, a kétoldalasság törvénye miatt. Tehát váltsanak irányt a játékosok, mindkét irányba dolgozzanak. Következő lépés. Az már egy élő szituáció lesz. Minden játékos átmegy a túloldalra, hogy jobban lássák az edzők. És
most egész pályára, és két palánkra van szükségünk ehhez a gyakorlathoz. Felváltva fogják végrehajtani a gyakorlatot. És el kell vezetni a labdát a védő mellett. Próbáljon meg elkövetni a védőjátékost ahhoz, hogy ne engedje be a támadót a büntető területen belülre. Tehát ebből a pozícióból is a gyűrűt támadjuk, és akarjunk a büntető területen belülre kerülni. Bármelyik irányba megverheted a védőt, mindig a támadó dönt, és ő irányít. Túl könnyű. Te, ahogy látjátok, van még probléma ezzel a védekező lábmunkával, nem csak náluk, hanem nagyon sok játékosnál, mert nem könnyű. Azért, mert a támadó játékos a gyűrűvel szemben van, és ő szembe előrefele történő mozgást végez, és védőként hátrafele és oldalra mozogni pedig abszolút nem könnyű. Tehát amikor egy jó egyegyező játékos ellen védekzek, akkor egy kicsit hátra lépek. Nem megyek hozzá túl közel, mert ha túl közel megyek hozzá, akkor nagyon könnyen meg fog verni. Talán még fennhagyom neki azt a lehetőséget is, hogy dobjon. De jól egy játékosnál az a cél, hogy mindenképp állítsuk meg a betörését. Tehát támadjátok a gyűrűt, támad a büntető területet, az a gyakorlat célja. Ne az oldalvonalat, hanem a gyűrűt. Tehát 4-5 leütésre kényszerítette a támadó játékost, úgyhogy ez egy jó védekezés volt. Támadó és védő részről is olvasni kell, mert hogyha a másik pár éppen előtte van, akkor meg kell állni, elszakadó labdavezetés végrehajtani, ne menjenek össze, ne fussanak egymásnak. Most csak két vonalba fognak dolgozni.
jelre meg kell csinálni az átadást és a close-out technikát, és ugyanaz, mint az előző gyakorlatban, annyi, hogy hozzátettünk egy védekező technikát, illetve egy védekező taktikát, amiről majd Runics fog sokat beszélni, hogy lezárjuk a pályának a közepét, és nem engedjük befele betörni. Tehát ez lesz most egy szabály a srácoknak, hogy ne engedjék befele betörni a labdást. Egy időben egyszerre, ugye a diájának az elején mondta, hogy egyszerre kell gyakorolni a támadást és a védekezést, és ez is egy olyan jellegű gyakorlat, ahol különböző támadó és védekező szempontokra is tudunk figyelni. Soha ne hagyd abba a védekezést, a védő mozgást. Tehát addig dolgozz, amíg ki nem terelted az alapvonalon kívülre. Ismét felhívja a figyelmet arra, hogy állítsák meg a befele történő betörést. Viszont egy másik apró szempont, hogyha alapvonal felé vezette el a labdát, akkor ne engedjük el az alapvonal és az én védő alapállásom között, hanem lépjünk rá, lépjünk át a vonalon, zárjuk le, és próbáljunk kiharcolni kontaktost, támadó hibát. Tehát zárjuk le a közepét, ne engedjük a tengely felé, és zárjuk le az alapvonalat is, amikor arra vezeti a labdát. Ahogy mondta korábban, tegyen meg mindent a támadó azért, hogy verje meg a védőjét, és ugyanez fordítva, hogy védőként tegyen meg mindent azért, hogy ne tudjon elmenni mellette a támadó. Most folyamatosan fogják végrehajtani a gyakorlatot. Tehát folyamatos szerepcserével fogják végrehajtani a srácok a gyakorlatot. Csak két sorba álljatok, srácok, két sorba. Ebben a korosztályban ugye öt külső játékossal játszunk, mozgórendszerű támadásban, úgyhogy ezért állítja őket most ebbe a pozícióba, hogy mindenki kívülről dolgozzon. Tehát még a magas játékosnak is minden poszton kell tudnia védekezni, szóval nem probléma az, hogy egy magasabb játékos védőként majd egy gyorsabb játékossal, gyorsabb, alacsonyabb külső játékossal fog szembe kerülni.
tudja, hogy nehéz a védő feladat. Az U16-tal és az U18-assal az akadémián sokat dolgozott a védekezésen, és a védekezésnek minden részén. Tehát van, hogy edzéseken 60 percet, vagy még annál is többet, és tudja, hogy ez nem egy könnyű eleme a kosárlabdának, de muszáj, hogy foglalkozzunk ezzel is, a védekező részével is, és a támadó részével is. Fiatalabb korban természetesen a támadó munkával kezdjük, és aztán tesszük oda a védőket. De folyamatosan hangsúlyozzuk mindkét egységnek a fontosságát és lényegét. És nagyon figyelni kell arra majd, hogy az edző hova passzol. Elő kell vételezni azt a védőjátékosnak, és gyorsan kell reagálni az átadásra. Ezt is mutatta ezt a gyakorlatot az elméleti adáson volt az egyik ábrán. És ebből a close-outból kell majd a betörését kivédeni. Támadó részéről pedig a spacingnek az alapjait is beleteszi a gyakorlatba. Támadó játékosnak leütési korlátozása van, csak 3 leütése van arra, hogy be tudja vezetni a labdát a büntető területen belülre. A védőjátékosnak látnia kell mindkét támadó játékost és az edzőt is egyaránt. Egyik pályán, egy palánknál 6 játékossal is tudunk dolgozni. Egy tanács felétek, hogy ő természetesen ő is tud passzolni a játékosoknak, de sokkal jobban szereti, hogyha a játékosok vannak adogató passzoló szerepkörben, mert ebben a szituációban a játékosok egyszerre fejlesztik az átadási készségüket is. Ebben a szezonban volt több sérült játékosuk, akiket passzolónak használtunk edzésen. Fő szempont volt, hogy a sérült játékos ne csak üljön az edzésen, hanem legyen aktív a többiekkel együtt. Most a lepattanózásra hívja fel a figyelmet, nincs vége ott a gyakorlatnak, hogy itt a close-out megtörténik, hanem legyen utána kizárás és lepattanózás. Itt most az edző továbbképző miatt ugye alacsony volt az ismétlés szám, de egy edzésen nem kell többet dolgozni 3-4 gyakorlatnál. Lényeg az, hogy nagyobb legyen az ismétlés szám, és folyamatosan javítjuk a hibákat. És amikor képesek már végrehajtani a technikai elemet a kívánt szinten,
akkor haladhatunk tovább. Egyes helyeken megvan, hogy egy gyakorlatnak hány percesnek kell lennie, hogy egy edzésegységen belül milyen hosszan végezzük el a gyakorlatot, de akkor menjünk mindig tovább, hogyha már képesek végrehajtani, tehát ezt is vegyük figyelembe az edzésnek a tervezésénél. Folyamatosan hangsúlyozza azt, hogy ne tudja a támadó befele megverni a védőt, tehát hogy tereljen végig kifele. Tehát dobójátékos volt, és a védőjátékos nem zárt ki, hanem kiugrott, így nem volt esélye a lepattanó szerzésre. Csináltunk olyan gyakorlatot, ahol a close-outból átmenet volt a lerohanásba, de itt most azzal van vége a gyakorlatnak, hogy kizárjanak a srácok és lepattanózzanak. Helyezzünk nagyobb hangsúlyt a kommunikációra. Sokat dolgoztak ezen idén a kommunikáción. Szóval most ezen lesz a hangsúly, hogy ez egy újabb szempont lesz, hogy kommunikáljanak, amikor megállítják a labdást, és amikor ki kell zárni. Ezzel jelzi azt a csapattársaknak, hogy amikor dobás van, minden többi csapattársnak, az összes játékosnak ki kell zárnia. Egy fontos részlet. Ez most a szemből kizárás. Ez így nem jó. Vagyis a háttal kizárásnál ne nyúljon hátra a kizáró játékos. Nem, a kezeknek már képesek, kezeknek már abban a szituációban, a helyzetben kell lennie, hogy képes legyen leszedni a lepattanó labdát, tehát nem szabad hátra nyúlnia. Ne engedjék középre a betörést. Ez a 2-1-es close-out szituációs gyakorlat volt. Most három ember kapcsolata lesz támadásban, és egy játékos fogja a védekezés close-out szituációt gyakorolni. Ez egy olyan gyakorlat, ahol szintén lehet az egész pályát használni.
Úgyhogy ha van 12 játékosunk, akkor 3-4-es csoport dolgozik egész pályán. És így elég intenzív lesz a gyakorlat. Bármelyik játékosnak passzolhat a védőjátékos. De a támadónak nem lehet 3-nál több leütése. Hogyha meg tudta állítani a betörést, akkor kap egy pontot a védő. Ha nem tudta megállítani, akkor nem kap pontot. Tehát 3-at kell védekezni a játékosnak, és meg kell azt nézni, hogy hány pontot tud szerezni. Most nem tudott egyet se, de biztos benne, hogy magas játékosként föl fog gyorsulni, és később majd több pontja lesz. Levi egy jó védő játékos, úgyhogy megnézzük azt, hogy ő hány pontot tud szerezni. Lehet limitálni a leütések számát is, úgyhogy most csak 2 leütése lesz a támadó játékosnak. Egy pontot kap ilyenkor a védekező játékos. Kettő pontot kapott a védőjátékos. Kettő leütése van csak a támadónak. Nagyon jó munkát végzett, 2 pontot szerzett a védőjátékos. Lépésről lépésre biztos benne, hogy fejlődni fognak a védekezés különböző elemeiben ezek a játékosok. Négy narancsra van szükség. Egy labda is kell hozzá. Tehát rendes edzésen, úgyhogy körülbelül 5 percig csináltatja ezt a gyakorlatot. Ugyanúgy annak passzolhat a labdás játékos, aki ott védő lesz, akinek akar. De folyamatos szerepcserével megy végbe a gyakorlat, tehát aki támadó volt, védő lett, aki védő volt, ő,
kiállod a három pontoson kívülre. Most csak egy percig fogják csinálni, de mondjuk edzésen 3-5 perc alatt azt nézzük, hogy hány jó védekezése volt a játékosnak. De csak két leütése van továbbra is a támadónak. Ebben a gyakorlatban tisztán látszik az, ki az a játékos, aki képes egy-egyet védeni, és ki az, aki nem. Nagyon nagy szükséged van arra, hogy olyan játékosaid legyenek, akik tudnak egy-egyben védekezni. Mert támadásban is nagyon sok izolált egy-egy játék van, és ahogy mondta az előző előadáson is, tehát ne az legyen az elsődleges szempont, hogy a segítésre hagyatkozunk, hanem védjük ki egy-egyben. Volt egy kihagyott dobás, akkor mi a következő dolog? Megszerezni a lepattanót, de ehhez muszáj kizárni. Támadó részről, amikor csinálunk valamit 1-0-ba, bármilyen technikai gyakorlatot, akkor mindig követeljük meg azt, hogyha nem is sikerül kosarat szerezni, mondjuk egy bármilyen betörésből, akkor mindig szedjék le a lepattanó labdát, és tegyék vissza, mindig szerezzenek kosarat. És a kizárás a végén. Muszáj, hogy érezzék azt, hogy és legyenek büszkék arra, hogy ha védekezésben is támadnak, tehát hogyha támadják a labdát, érezzék azt, hogy mennyire fontos. Amikor 95-ben az U16-os szlovén válogatottnak volt az edzője, a professzor odament hozzá, és azt mondta neki, hogy Janez, védőként is mindig támadni kell a labdást. Ez a csapat is az országos döntőn nagyon szépen támadta folyamatosan a labdát. Sajnos az U14-eseket nem látta élőben a döntőn, de tudja azt, hogy az U14 és az U16-os csapattal is nagyon sokat dolgoztak azon, hogy támadják a labdát. Párokat kell ismét alkotni. Ugyanúgy a cikk-cak gyakorlathoz kell felállni az alapvonalra. Hat játékos abban a sarokban, és hat játékos pedig a másikban. Egész pályán vagy félpályán hajtjuk végre a gyakorlatot, azon múlik, hogy az edző mit akar. Na most csak félpályán csinálják a gyakorlatot.
védő kezében van a labda, átadja a támadónak. Csak a büntető vonal és az oldalvonal között hajtja végre a gyakorlatot. Tehát ugyanaz a gyakorlat, amit az edzés elején is csinált, csak most nem labda nélkül, hanem labdás támadóval. Alakerrel kényszeríteni támadó játékost, hogy minél több irányt váltson, ne legyen könnyű dolga. Ez egyben támadó és védekező gyakorlat is. Egy kar távolságra legyek mindig a labdástól. Próbáljuk az oldalvonal felé terelni. És amikor megvertek, akkor ezt ne engedjük neki. Kerüljünk vele szembe, úgyhogy keresztlépéssel, sprint mozgással próbáljuk utolérni és lezárni a haladás irányát. Most össze fogjuk rakni a különböző technikai elemeket. Félpályáig ugyanez lesz a gyakorlat, cikcak labdavezetés és ellene való védekezés, majd a félpályánál szerepcsere, átadja a támadó a labdát, és szerepcserével pedig meg kell próbálni a felgyorsuló támadót utolérni. Tehát a vonalon átadja a labdát, terelni kell kifele, és sprint mozgással utolérni. Amit akarunk, az, hogy a támadó játékos vigye le a sarokba a labdát, és ne engedjük befelé.
Itt ezzel a gyakorlattal különböző letámadásokra tudom felkészíteni a játékosokat, tehát erre is jó. Az lesz a célja most a védőnek, hogy próbálja minél tovább a sarokban tartani a labdást. Ha pedig el tud mellette menni a támadó játékos, akkor próbáljon kiharcolni támadó hibát. Próbáljanak támadó hibát kiharcolni a védők. Ez felhívja a figyelmet megint arra, hogy ne legyen túl közel a védő játékos, karttávolságra helyezkedjen. Tehát természetesen edzésen több ismétlés számmal dolgozunk. Az U14-es csapatnál sokat csinálták ezt a gyakorlatot. Gyakorlat célja az lesz, hogy mindent tegyen meg azért a védő játékos, hogy a támadó be tudja vezetni a labdát a büntető területen belül. Tehát a segítő oldali pozícióba fel kell venni ezt a pisztoly alapállást, látni kell a labdást, látni kell az én emberemet is, és ahogy mozog a labda, mozgok vele, repülök a labdával, és oda kell érnem close-out technikával az emberemhez. Ugyanúgy próbáljanak meg támadó hibát kiharcolni, mint az előző feladatban. Ismert több olyan játékos Szlovéniában, akik nagyon sok támadó fautot tudnak kiharcolni, de mostanában a játékvezetők nagyon sok technikait adnak színészkedésért,
de ettől függetlenül mindig legyek olyan pozícióban, hogy képes legyek támadó hibát kiharcolni. És kizárás és lepattanózás, a gyakorlat vége megint. Minden rendben volt, volt kommunikáció, volt kizárás, volt kontaktus a védekezésben. Menjünk tovább a progresszióban, most a labda nélküli védéséről lesz szó. Ahogy elmegy a labda. Labda felé kell ugrani, és passába kell helyezkedni. Azért akarunk ott középen is passzsávot védeni, hogyha már a labda elkerül az egyik oldalra, akkor a labda ne tudjon visszakerülni középre, és ne lehessen már súlypontot áthelyezni. Tehát akadályozzuk meg, hogy egy bizonyos oldalról a labda áthelyeződjön a másikra. Tehát most passzolni kellett volna vissza a játékosnak. Három passz lehetőségük van a gyakorlatban. Támadónak is maximum három leütése van csak. Tehát csak azon a játékoson védekezhet, akinek ugye változik a szerepe egyszer labdás, egyszer labda nélküli, de nem kettő egyes szituáció, csak a saját emberén védekezik. Tehát U14-ben nagyon jól ment ez neki. Nagyon sok ilyen betörés kosarat dobott, de most már U16-ban meg kell tanítani arra, hogy a gyűrűtől távolabb tempó dobásra lezárja. Ahogy nagyobbak lesznek és korosztályt lépnek, nem csak a betörésre szabad hagyatkozni, hanem meg kell őket tanulni tempó dobásra is lezárni. Tehát teljesen szükségtelen felugrani, mert elég magas ahhoz, hogy ha felvette a labdát, akkor megtámadja és közel menjen hozzá. Kizárás mindig a vége a gyakorlatnak. Megyünk tovább a következő gyakorlatra.
segítő oldali védekezésről lesz most szó. El kell vezetni a labdát egyik oldalra, és a védőnek pedig néznie kell egyszer a labdást is, meg az emberét is. Tehát egy időben ezzel a gyakorlattal a védekezésre is figyelünk, és a támadó részre is. Egyszerre fejlesztjük azt is, hogy oldal irányba milyen a fedező labdavezetés. Tehát túl könnyen megkapta a labdát, tehát próbáljuk elővételezni azt, hogy mikor mozog a labda felé, mikor kell odaérnem passába és megakadályozni a könnyű átadást. Mindig a kizárás a gyakorlatnak a vége, és már sokadszor hívja fel erre a figyelmet, hogy ne felejtsék el a kizárást. Tehát nincs pozíciófogás, megdicsérte azért, hogy leolvasta, hogy alacsonyabb játékos és pozíciót fogott rajta, de nem ez a gyakorlatnak a célja, hanem hogy szakadjon el az irányító helyre. Tovább megyünk, mert már csak 12 perc van vissza, és szeretne majd nektek is időt hagyni ahhoz, hogy kérdezzetek tőle. Kettő-kettő élő játék lesz most. Aminek mind a két része egy-egy támadás és egy-egy védés, hiszen labda nélküli egy-egy és labdás egy-egy is van egy kettő-kettő jellegű gyakorlatban. Az egész térfelet bejárhatják a támadó játékosok, így nagyon széles szituáció, tehát különböző szituációkban kell a védőknek a labdához képest különböző védőtechnikai elemeket alkalmazni. Egyből támadó védőegység csere történik, és majd utána jön egy másik pár. Tehát kettő hiba is volt ebben a védekezésben. Egy leütésből nagyon könnyen megverték alapvonalon, és utána pedig megverték középre, amit ugye nem szabadna. Ne engedjük ki őket, amíg jól végre nem hajtották a feladatot, hiszen ennek a gyakorlatnak itt most a védekezés a célja. Tehát addig legyenek bent bizonyos párok, ameddig végre nem tudták hajtani. Tehát addig lesznek védők, amíg nem tudnak védeni egy támadást. Védők maradnak, és jön kettő új támadó. Védő maradott.
ezt kérte egész edzésen sokszor tőlük, hogy próbáljanak meg támadó hibát kiharcolni. Tehát két palánkra is lehet dolgozni, ugye 6 játékos egyik térfélen, 6 játékos másik térfélen. És ne engedjük, újra kihangsúlyozva, hogy ne engedjük ki a védőjátékosokat addig, míg ki nem védtek egy támadást. Tehát 2-2 plusz 1-es gyakorlat lesz. A három támadó közül a középen lévő játékos csak egy segítő, irányító játékos, aki amelyik oldalra megnyitja a játékot, azon az azonos oldalon kell passzsávot védeni, a segítő oldali védőnek pedig a hossztengelyig bejönni. Ő egy jó hárompontos dobó, főleg onnan a sarokból, úgyhogy ha ezt a védőjátékos tudja, és elő tudja ezt vételezni, hogy mikor érkezik egy hosszú passz, akkor már is, ahogy mozog a labda, sprintelni kell, és close-out-tal védeni a dobását. És ugyanúgy meg lehet szabni a gyakorlatnál, hogy maradjanak ebben védekezni addig, amíg ki nem tudták védeni, vagy folyamatosan cseréljenek szerepeket. A következő lépés az előadásnak az lesz, hogy hogyan védjük az alsó posztot. Tehát ebben a csapatban vannak belső játékosok, de ahogy mondtam már az elején is, mindenkinek kell tudni minden poszton védekezni. Ha a labda fönt van irányító poszton, akkor ugyanaz az alapelv, mint a külső labda nélküli védésnél, hogy passzsávban kell helyezkedni. Ha forog a labda 45-be, ugyanúgy maradok passzsávban. Amikor a labda megy a sarokba, tehát 45 fokból megyek teljes testtel elé, és amikor a sarokba kerül a labda, akkor pedig alapvonalról védem passzsávban. Tehát passzsávédés, full front védés, és ismét passzsávédés.
a prezentáción volt egy ilyen ábra, hogy amikor kettő passzra lévő játékoshoz megy a labda a sarokból az irányító posztra, akkor a gyűrű felől fogja megkerülni a posztjátékost. Tehát alatta megy, és úgy fog ismét passzsáv pozícióba kerülni. Tehát egész héten itt fog lenni, úgyhogy bármikor lehet tőle kérdezni, lehet kérdést feltenni. De először is szeretném megköszönni a srácoknak, tapsoljuk meg őket. Nagyon jó demo csapat voltak. Szóval a legtöbb dolgot már tudnak, úgyhogy ő szeretne velük dolgozni az U16-ban. Most a kizárásra nem került akkora hangsúly, de hogyha jól tudja, akkor más előadáson lesz a kizárásról szó. És Trunicsnak az előadása is majd az alsó posztvédéséről fog szólni, szóval ezeket részletesebben ők fogják majd előadni.